Hétköznap és ünnep, kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nem csak mértéke a másiknak, de emelője is. Szürkesége a hétköznapoknak, talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak. Az út bora, a vándorok palástja. Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplő cserébe. 1945. április. Véget ért a második világháború. Felszabadultunk, gondolta ekkor mindenki. Nem is sejtve, hogy még nincs vége a nyomorúságnak. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott neki az újjáépítésnek. De nem gondolták, hogy a minket védő, hazánkban ideiglenesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés. Emberek tízezreit vitték ki a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan vissza sem térhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Rákosi börtönbe záratta, igen sokszor, azonban kivégeztette azokat, akik szót emeltek a rendszer ellen. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorúan átvizsgálták. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A falusi emberektől elvették a jövőt jelentő vetőmagot és állataikat. Tombolt az igazságtalanság. Vigyázzatok az éjszakára, öldöklő karddal jár az angyal, s jaj a háznak, mit megjelöltek, véres sávval, véres csillaggal. Jaj, akinek ma szíve néma, s nem koldul fájon fel a vészre, kiben a perc lármája él csak, nem századok harangverése. S jaj, ki kaján örömben gázol, fegyver fogva önvére ellen, s ahotás szájjal lakomázik, az országot rejtő tetemben. S ezerszer jaj vezéreinknek, villámver rájuk bosszuló fényt, viharban zajduló falkáik, tépi szét őket farkasokként, s elmúlnak, mint tábortűzfüstje, mint őszi lombok vörössége. Elszélednek, ponyváról pejva, a szétmarkoló nyári szélben. Vigyázzatok, nagy öldöklés lesz, nem én teszem, és nem a másik. A bosszú álló angyal kardja űzi őket a pusztulásig. 1956. október 23-a. Forradalom és szabadságharc. Csupán szűk két hét eseményei kapcsolódnak ide. Az egyetemi diákok békés tüntetést szerveztek. Egyszerű emberek, járókelők, munkások csatlakoztak hozzájuk. A diákok a műegyetemen pontokba foglalták legfőbb követeléseiket. Ez lett a forradalom programja. A forradalom hulláma nem csupán a fővároson söpört végig. Az ország szinte összes városában megmozdultak a rendszerrel egyet nem értő tömegek. Forradalmi tanács alakult Orosházán is, amely 20 pontba foglalta a helyiek követeléseit. A sztálini politika azonnali megszüntetése, Rákosi és Gerő, valamint társainak népbíróság általi felelősségre vonása. Teljes szólás és sajtószabadságot, vallásszabadságot, szabad független pártokat és titkos választást, normák azonnali eltörlése és igazságos béretés, szabad kiskereskedelmet, kisipart és földművelés, a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását és a rögtön ítélő bíráskodás megszüntetését. A Kossuth címer visszaállítását március 15-e, október 6-a és november 24-e nemzeti ünnepi nyilvánítását. A magyar hadseregnek magyar egyenruhát és a népszolgálatába állítását. Forradalmi munkástanács megalakítását. Városunkban elkövetett törvénytelenségekért a felelős személyek felelősségre vonását. A kisiparosok igazságos adóztatását.
Budapesten a felvonulás tüntetésé vált. A rádió előtt lövéseket adtak le, a tömegből pedig visszalőttek. Sztálin szobrát még az este ledöntötték. Azt hitték, hogy ez csak valami álom. A tömeg, az erő megbabonázta őket. Erőt adott. November 4-én a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, ellenforradalmi jelszóval. A tankok túlerejével szemben a bátor ifjúság és a forradalmárok elbuktak. A magyar szabadságharcot vérbe folytatták. Az 1956-os októberi forradalom elbukott. Közel 200 ezer magyar menekült el nyugatra. Uram! Bár fáj nagyon, de mégis elmegyek. Ifjúságom itt hagyom, de viszek erdőt és hegyet. Levegőt, lelket, szabadot, madárdalt, a föld szavát, szót, mint mondani szabadot. És Lukasz zászlót, tépet glóriát. Ha kint összehajolunk majd, tépet lelkű árva magyarok, a visszatérés halk reménye hajt. De most még, bár fáj, kint maradok. Azok, akik itt maradtak, nehéz lelki terhet hordoztak magukban hosszú éveken át, s mind a mai napig nem tudták feledni 1956 emlékét, szellemét. Uram, nehéz lesz nagyon, én mégis maradok. Túlélni majd hogyan fogom? Ez nekem is titok. Foggal, körömmel, szívvel, lélekben védve őrizem, csikorduló csonttal, reménnyel. Szabadsághívő, régi új hitem. És harcolok csendben, elbukva, bár megélve sok-sok unt, gyötört napot. Szabadság nincs még, és messze már. De uram, én akkor is maradok. Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erő fái, úgy fekszenek vigyázva. Föltömte szájuk némán, kiállt időtlen esküt, elvetett maga rögben a csontmesztelen testük. Feldúlt sírjukon mécses, október tűzvirága. A holtak jogán kérdez, válasz, már mit se várva. Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat, ők élik túl, a holtak a győztes forradalmat. De most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 ért, míg szívünk dobog, 56 már szól